Gyerekek és idősek egyaránt ellátogattak az Egészségvilágnapja alkalmából rendezett kiállításra, amelyet áprilisban tartottak Újvidéken. A látogatók leellenőrizhették az általános egészségi állapotukat, gyors teszttel vércukrot mérhettek, valamint egészséges ételeket kóstolhattak. Ne de dobra, nego je odlična i treba u svim gradovima Srbije da neko sponzoriše i da krene to, da zaživi mnogo bolje. Ja imam visok krvni pritisak i sredila sam ga pomoću brošurica koje nosimo ovde i to humanitarno delim penzionerima. Toliko ima mnogo bolesnih. Ja pijem čajeve i slušam ili savete lekara, ali sam smanjila lekove. Ima dosta korisnih stvari koje mogu da zainteresuju ljude koje to interesuje. Moje neko gledište je piramida ishrane, ona klasična, ali kad god može povećavati udeo ove zelene, svežih namirnica. Zelenih svežih namirnica. Az Egészség Expón frissen készített italokat, szörpöket is kóstoltak a járókelők. A fiatalokat is megragadta a rendezvény hangulata. Baš mi je drago zbog ove manifestacije, zato što možemo u jednom danu, bar godišnje, da obratimo pažnju na zdravlje i da naučimo nešto novo. A što se tiče ovoga soka, veoma je neobičan, ali pun vitamina, evo i to tako rekao, ne znam, mislim da tu ima banana, samo malo, jabuka, malina i tako, sve u svemu zdravo je. Nije loše obratiti pažnju na zdravlje, zato što je to jedino što nam ostaje. Džabe nam da sve imamo bilo šta ako je naše zdravlje loše, tako da mislim da ipak treba obratiti pažnju na zdravlje. Az Élet és Egészség Egyesület székhelyén egész nap készültek az egészséges falatok és italok. Pripremaju se šejkovi, znači uglavnom je to voćni šejk, jabuka, banana, naranđa, malina, kupina. Međutim, pravili smo ovde sada i zelene šejkove. Zeleni šejkovi podrazumevaju voće, ali i lisnato, recimo kao ovde smo sada koristili spanać ili zelenu salatu. Ono je naročito, taj zeleni šejk je naročito dobar radi krvi, odnosno radi oksidacije redovne krvi. Annak ellenére, hogy gyümölcsből készül az ital, édesíteni is kell. Azonban ebben az esetben finomított cukrot nem használnak. Mi uglavnom kao zaslađivače koristimo prirodne zaslađivače, odnosno suvo grožđe ili urme, tako da to uvek bude ukusno i fino. 5-6 godina koristim svakodnevno, ujutru to mi je prvo da napravim taj voćni šejk. Tu ide obično 2 do 3 vrste svežeg voća, ide suvo grožđe urme kao zaslađivači. Stavim lana i susama, ali mlevenog, i onda u zavisnosti od toga ako hoću da šejk bude zeleni, onda dodam nešto zeleno lisnato, ako hoću da bude crveni, onda stavim ili kupinu, ili malinu, ili jagodu. Az Egészség Expót az Élet és Egészség Egyesület szervezte. Sok hasznos információkkal látták el az érdeklődőket. Elég nagy az érdeklődés, ahhoz képest, hogy délelőtt van. Nagyon sokan ide jönnek a standhoz, és kérdezik, hogy kik vagyunk, mivel foglalkozunk, és hát örömmel informálom őket. Érdekli őket, hogy hogyan lehet megváltoztatni az étkezést, hogy a betegségeket kikerüljék, vagy hogy enyhítsük a betegségeket. Nekünk vannak kész programjaink, előadásaink minden hétfőn, és én ezeket a papírokat osztogatom, amelyeken megvan a témák, hogy melyik nap milyen előadás van,
meg ugye a konyhácskán mit fogunk főzni, mit fogunk készíteni, amit degusztálnak a látogatók, úgyhogy konkrét programokat adok a kezükbe, és akkor ők azt szerint fognak jönni. Az óvodás és kisiskolás gyerekeket is bevonták a programba, különböző játékokat és találós kérdéseket tettek fel nekik, mert az egészséges életmódra nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Korukba, hogy a gyerekek tudjanak legalább egy keveset arról, hogy milyen fontos vigyázni az egészségre. Mert hogyha egy gyerek mondja az anyukának otthon, hogy máma mit hallott az óvodában, hogy nem jó zsíros kenyeret enni, akkor a súlyosabb az anyukának, hogyha a gyerekétől hallja, mint hogyha nem tudom hány újságból olvassa, vagy televízión nézi. Úgyhogy nagyon nagy sikerünk van a gyerekekkel, bejárunk az óvodákba, tanítjuk őket, és most erre a napra írtunk egy pályázatot, el is mentünk egy pár óvodába, hogy elmondjuk a gyerekeknek, hogy miről is szeretünk a rajzórának. Úgyhogy nagyon szépen, szép visszhangja volt az egésznek. 293 rajz érkezett be, abból készítettünk egy szép kiállítást most erre az alkalomra. Úgyhogy szép díjakat osztottunk ki, sok gyerek volt itten, és nagyon örülünk, hogy sikerült ez az egész. És az élet és egészségnek az a célja, hogy mindenki halljon arról, hogy milyen egyszerű megvigyázni az egészséget, hogy az életstílust megváltoztassuk. Az Egészség Világnapjára megszervezett rendezvény mottója: győzzük le a cukorbetegséget. A tartományi egészségügyi titkárság számos programmal küzd e népbetegség ellen, ezért is támogatta ezt a rendezvényt. Mi smo jako zadovoljni što pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku, demografiju, pokrajinska vlada i sve ove danas divne organizacije danas ovo ovde svojim posebnim događajima su priredili građankama i građanima da provere zdravlje, da budu ovde i deca i stariji i mladi sa temom i sa namerom da pobedimo dijabetes. Danas jeste dijabetes jedna ozbiljna bolest koja sigurno ima vrlo visoku incidencu i evo u Vojvodini se ona kreće negde oko 298 na 100.000 stanovnika i danas ima oboljevanja dosta i mlađih i adolescenata, a naravno i starijih. Stoga zajedničkim akcijama, ovako dobrim promotivnim akcijama, ja sam sigurna da ćemo mi delovati preventivno, jer preventivni programi i vlade Vojvodine u zadnjih 10 godina, znači Institutu za javno zdravlje, su bila vrednost preko 100 miliona, a preventivni program koji se odnosi na Savez Vojvodine, znači svih društava koji se bore za šećernu i protiv šećerne bolesti, iznosi negde oko 20 miliona učešća. Prema tome, pokrajinska vlada je uvek spremna, a za građanke i građane danas dobrodošli na ovaj divan dan ovde i proverite vaše zdravlje kroz bazare zdravlja, evo Vojvođansku kuću zdravlja koju smo vam i danas pripremili. A kiállításon olyan szervezetek és vállalatok is megjelentek, amelyek az egészséges táplálkozást részesítik előnyben. Egy belgrádi cég préselt gyümölcsleveket árul, hiszen azok tele vannak vitaminnal, és az erőnlétet is fokozzák. Srbija je prebogata voćem i povrćem, ali nažalost to je nekako slaba navika ljudi da koriste voće u svojoj ishrani. Pre svega srećemo se s ljudima koji čašu vode ne popiju dnevno. A pet kafa su popili, na primjer, dnevno. Srećemo se s ljudima koji mesečno ne pojedu voćku jednu, a čokolade i čokolade ili ne znam nija slatkiše i sve. I onda ljudi kažu ne mogu bez toga. Često kažemo,
podstičemo ljude na zdrav način života. Zdravim cvećenim sokovima i pored toga nekim paketima za čišćenje organizma usmjerimo ljudima pogled malo na zdravi način života jer će oni biti zdravi i sresniji. Az egészséges szörpök préseléssel és pasztőrözéssel készülnek, de a szakember azt javasolja, aki csak teheti, egyedül készítse el otthonában az italokat. Najbolje je da čovjek može sam isediti na svom sokovniku i da se popije pre jela. Veoma je bitno, ali opet na prvom mjestu kažemo ljudi vodu pijte, voda nek pola sata pre jela se popije, voda pročisti sve kanaliće. Kad popijete možda 15 minuta pre jela sad sok cezjeni, vitamini, minerali ulaze u organizam i to je jedno gorivo koje je nama potrebno. Tako je dobro kombinovati razne kombinacije voća i povrća u sokovima. Nije dobro da se zajedno u obruku bude da se meša voće i povrće, jer voće je pre fermentira nego li povrće.